Köszöntöm a Trió TV nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2015. november 6-án, pénteken 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából. Felsőbükön újjávatták a Mária keresztet. Kövér László házelnök simaságon járt. Csepregi béllakás felújítások. Büki beruházások a Soproni Vízmű ZRT közreműködésével. Építkezés a Hotel Karamell mögött. Bemutatjuk a Bátorság érdemérmes Nagy Margitot. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! A Büki Városvédő és Szépítő Egyesület a Város Önkormányzata által meghirdetett pályázat lehetőségével élve felújítatta a Nagypál utcában elhelyezett Mária szobrot. A 750 éves Bükk történetéhez kapcsolódik az emlékmű, amelynek restaurált alakja egy hajdan felsőbükön élő család tragédiáját idézi. Ünneplő közönség gyűlt össze a Nagypál utcában. A helyi városvédő és városszépítő egyesület hívta a szobor újjávató ünnepségére a közönséget. Az 1892-ben állított kereszt a szűzanyát és ölében a keresztről levett Krisztust ábrázolja. A restaurálást követően, amit Seiber Mihály végzett, visszakerült eredeti helyére. Szigeti Enikő összefoglalta a történelmi hátteret, amely felsőbüköt jellemezte az emlékmű elkészültéig. Majd Csóka József helytörténeti kutatásait felhasználva mondott újjávató beszédet. A temetőket járva bárhol az országban, így Bükön is, nagyon sok gyermeksír található. Szinte minden családhoz kötődik közelebbi vagy kissé távolabbi haláleset. Különösen fájdalmas ez akkor, amikor a haláleset egy tragédia miatt történik. Még fájdalmasabb, amikor a szülőnek kell a gyermekét eltemetni. Itt, ahol állunk, itt is egy tragédia történt, pár méterrel a hátam mögött, ahol állunk. A kereszt mögötti területen még az 1800-as években itt tőlem jobbra is egy tó volt. Ugyanúgy a Hunyadi utcában a páros oldal mögötti területen is. Az utca vonalában itt előttem az üresen álló telken itt volt Meisberg Zsidó gabona kereskedő családi háza, ami ugye sajnos már nincs meg. A mögötte lévő két darab egyemeletes lakóépület, az pedig a gabona kereskedőnek a raktára volt. Egy alkalommal a kereskedő vásárra ment a kocsisával. Megígérte a kocsis a kisfiának, hogy a vásárból hoz neki egy labdát. A fiú izgatottan leste őket, mikor hozzák már a labdát, mikor érkeznek meg. Amikor a kereskedő észrevette, hogy hazajövetelkor, hogy a fiú már itt várja őket, oda dobta neki a labdát, amit a gyermek sajnos nem tudott elkapni, és belegurult ebbe a tóba. A fiú gyorsan utána szaladt, hogy a labda az övé legyen, de sajnos a labdát sohasem tudta elfogni, megkapni, mert a kisfiú 3 éves kora ellenére pici volt és belefulladt ebbe a kis tóba. A keresztet a gabonakereskedő segítségével állították a szülők a kisgyermek emlékének. És ezért nagyon találó az az idézet, mely itt az alsó részen olvasható. Ó, ti mindnyájan, akik átmentek az úton, figyeljetek és lássatok, van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalmam. Ez ugye vonatkozik a Boldogságos Szűz Máriára is, de ugyanúgy vonatkozik a szülőkre, illetve azokra, akik tragikusan elvesztették gyermeküket. A keresztet, a szobrot megáldotta Jász László plébános és Simon Réka lelkészasszony. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a Boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását. Amen.
Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szelvét. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Amen. És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Áldja meg az Úristen mindazok emlékét, akik ebben a faluban, ebben a városban, ezen a településen éltek. Áldja meg fájdalmuk emlékét is közöttünk. És áldja meg mindazokat, akik ma itt élnek ezen a településen. Áldjon meg mindenkit gyermeki voltában. Áldjon meg az Úr mindenkit szülői voltában. Áldjon meg az Úr mindenkit társként, embertársként a másik ember számára. Áldjon meg mindannyiunkat emberségünkben, Krisztus által megigazított Isten képűségünkben. Amen. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpába lángot ne keljen, korán az ágyra hevernem, kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dűljön. Októberben ünnepelte Simaság a település 750 éves évfordulóját. A megemlékezés díszvendége dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke volt. Sági Ferenc segítségével készítettünk riportot a házelnökkel. Kövér László 1990-től országgyűlési képviselő, 2010-től az országgyűlés elnöke. Az országot járva rengeteg helyen járt. 21 néhány éve Csepregen is megfordult. Hát természetesen emlékszem, de hát ha azért minden egyes momentumot föl akarnék idézni, ami az elmúlt 25 évben történt velem, hogy minden egyes települést, ahol jártam, most már Simaság is ebbe a kategóriába tartozik, hál' Istennek, és megpróbálnám összekötni ezt valamilyen konkrét esemény, akkor azért nagy bajba kerülnék. Ennek a munkának, hivatásnak, amit én művelek, annak van jó néhány nehézsége, problémája is, meg jó néhány szépsége. Ezt az utóbbiak közé sorolom, hogy gyakorlatilag az elmúlt 25 évben nagyon sok helyen, nagyon sok emberrel tudtam találkozni, nagyon sok ehhez hasonló, az ittenihez hasonló közösséggel, és azért minden egyes ilyen találkozás, vagy majdnem minden egyes ilyen találkozás az egy föltöltődést is jelentett számomra, hiszen általában véve ünnepi alkalmakkor tiszteltek meg azzal, hogy meghívtak, akár ellenzéki képviselő voltam, vagy akár kormánypárti, ez mindegy. És amikor ünnepel egy közösség, akkor arról beszél, azt próbálja felmutatni, hogy milyen értékei vannak, hogy mit hozott létre, mit tett hozzá a világ szebbé válásához, mit tett hozzá a magyar nemzet erősödéséhez, jobbá válásához, és ezek mindig nagyon szép és felemelő napok, pillanatok. A pápa városban született házelnöknek nem teljesen ismeretlen a vidék. Igyekszik minden meghívásnak eleget tenni. Elég gyakran jártam, meg járok is errefelé. Igaz, hogy Simaságon nem álltam még meg soha, nem csak hogy hivatalos minőségemben, hanem magánemberi minőségemben sem. De hát szembeötlő azért ennek a vidéknek a rendezettsége, az, hogy látszik rajta, hogy az itt élő közösség, az itt élő emberek fontosnak tartják azt, hogy milyen képet sugároznak magukról kifelé, hogy rendet tartanak a saját szűkebb és tágabb portájukon, és emögött megvan az a szorgalom, ami végül is több évszázadra jellemzi az itt élőket, és ami a megmaradásnak egy elengedhetetlen előfeltétele volt. Tehát az élni akarás, a kitartás, az áldozat vállalása, akár békeidőben, akár pedig nehezebb időkben, azt tette lehetővé, hogy most beszélhessünk arról, hogy Simaság 750 év óta létezik a térképen. A helyi értékekről nagyon sokat beszélünk az utóbbi években.
Minden kis településnek megvan a maga története, értékei. Ezeket Simosságon példamutatóan gondozzák. Szent mise után és az ünnepség előtt a kettő között néhány percben a polgármester úr megmutatta nekem ezt a kis kiállítást, ami valóban bemutatja a helyieknek is, mert szerintem nagyon sokan így egybe az egészre csak most csodálkozhattak rá, meg a kívülállóknak is, a vendégeknek is azt, hogy mit tudott ez a falu az elmúlt 750 évben felmutatni. És még ez nem is teljes, ez a kiállítás, hiszen nyilvánvalóan, hogy a helytörténeti monográfiákban, a kis füzetben, amit szintén most adtak ki, azért ebben egy kicsit részletesebben van mindez leírva. Nagyon meglepő, hogy egy ilyen relatíve kis lélekszámú falu, hiszen ha jól tudom, 600 lelket számál mindössze, az ilyen gazdag, amikor a kulturális, meg történelmi múltját vesszük számba. Tehát, ahogy az előbb említettem, nem csak a békeidőkben, hanem rossz időkben is helytáltak a simaságiak. Ez nem feltétlenül jó dolog, vagy nem, a történelmnek nem arra alapjaira kívánkozik, ahol a dicsőségünket, inkább a gyászunkat szoktuk följegyezni, de hát ez a kis település az elmúlt rendszerben is adott több vértanút, adott a világháborúban több hőst, adott olyan embereket, akik a magyar kultúrát gyarapították, nem csak országhatárokon belül tették ismerté, híressé, hanem akár azon kívül is számon tartják az ő tevékenységüket a tudományos életben, a világon is. Tehát igazán van mire büszkének lenni az itt élőknek. A beszélgetés végén egy az országunkat érintő kérdésre is választ kaptunk abban a témában, amely már hónapok óta a vezető helyen szerepel a hírekben, és ünnepi beszédében is foglalkozott vele, a menekült kérdés. Magyarországnak nem kell bizonyítani azt, hogy egy befogadó nemzet, hiszen az évszázadok során jó néhány fajta népcsoport érkezett ide a Kárpát-medencében, már a honfoglalás után is, és ezeket be tudtuk illeszteni, kezdjük csak a kunokkal, de sorolhatnám a többi most már velünk élő nemzetiséget is. Békében, munkában egymás mellett éltünk, amikor kellett, akkor együtt védtük ezt a hazát, és hogy a legújabb időkre utaljak vissza, a II. Világháborúba több ezer menekültet fogadtunk be dacára annak, hogy annak a Németországnak voltunk a szövetségesei, amelyik ugye Lengyelország felét elfoglalta a II. Világháború kitörésének a pillanatában, a másik felét, amiről ritkábban szoktunk beszélni, pedig a Szovjetunió tette magáével, hogy így mondjam. Aztán a 90-es évek elején, amikor a déli határainkon dúlt a testvérháború, akkor is több ezer, talán több tízezer különböző etnikumú, kultúrájú embert fogadtunk be, horvátokat, szerbeket, bosnyákokat, nem csak magyarokat, természetesen magyarokat is, akik a háború elől menekültek át a határon. Tehát most sem változtunk meg. Most is mindenkinek, aki valóban az életét kell, hogy mentse, annak mi készek vagyunk menedéket nyújtani, készek vagyunk egy nemzetközi együttműködésben is megpróbálni elhárítani a bajokat, és ha lehet, akkor ezeket az embereket hozzásegíteni ahhoz, hogy visszatérhessenek a szülőföldjükre, de cserébe elvárjuk, sőt megköveteljük, hogy aki ide érkezik, az tartsa be az ország törvényeit, tartsa be azokat a nemzetközi jogszabályokat, az Európai Unió jogszabályait, amit mi vállaltunk, és ebbe a kategóriába tartozik a rendvédelem, a határvédelem is. Tehát a határokat nem zártuk le, egész egyszerűen csak annak a lehetőségét rekesztettük el, és fogjuk is következetesen a jövőben, hogy valaki illegálisan, mindenféle regisztráció nélkül, ki tudja milyen háttérrel, indítatással és szándékkal belépjen az Európai Unió területére, hiszen mi a Schengeni szerződésben az Unió külső határainak a védelmére szerződtünk. A csepregi szociális bérlakásoknál kicserélik az elhasználódott, törött, lyukas ereszcsatornákat, amik beázásokat okoztak. A munkákat egy külsős cég végzi. Már csak egy épület van hátra a befejezésig. Bádogosok dolgoztak a napokban a csepregi Széchenyi köz 7 szám alatti szociális bérlakásnál. A függő eresz csatornákat, a csatornatartó kampókat és a lefolyókat cserélték ki az utcafronton és a belső udvarban is.
Az eddig fent lévő Eresz csatorna el volt rohadva, nem vezette le, vagy nem jó helyre vezette el a csapadékot. Emiatt vizesedett a fal és beázott a tető. A Széchenyi közhöz hasonlóan már elkészült a Széchenyi tér 25-nél a paplaknál, és a 26-nál a cigliháznál a csatornacsere. A kivitelező befejezte a munkákat a Hunyadi úti bérlakásoknál is. Csepregváros városvezetése ciklusprogramjában célul tűzte ki, hogy egy átfogó fejlesztési folyamatot és programot indít a szociális bérlakások felújítására. Az előző városvezetés nem fordított kellő figyelmet arra, hogy az eddigi lakbérekből befolyt összegeket, vagy legalábbis annak egy részét a szociális bérlakások karbantartására, felújítására visszaforgassa, így rendkívül rossz állapotúak ezen önkormányzati ingatlanok. Hosszú-hosszú évtizedeken keresztül csak romlott a szociális bérlakások állapota, így több területet is érint a felújítási folyamat, amely az ingatlanok értékét is növeli. A tetőgerendák, létszezések elkorhadtak, a cseréfedés töredezett és hiányos, a kémények egy része újra rakásra szorul, a falakról omlik a vakolat, az Eresz csatornák elkorhadtak. November végéig befejezi a kivitelező a szociális bérlakásoknál a csatornacserékkel kapcsolatos munkálatokat. A bádogos munkáknál hátra van még a Széchenyi tér 16 szám alatti volt takaréképülete. A szociális bérlakások felújítása és komfortérzet növelése a függő Eresz csatornák, lefolyók és tartóvasak cseréjével kezdődött meg, amely érinti a Széchenyi tér 16, Széchenyi tér 25, azaz paplak, a Széchenyi tér 26, a cigliház, a Széchenyi köz 7, Deák utca 8, Hunyadi utca 12 szám alatti önkormányzati ingatlanokat. 2015-ös esztendőben emellett a városgazdálkodás munkatársai több olyan problémát is megoldottak, melyek időközben felmerültek. Gondolok itt a Széchenyi tér 26 cigliház teljes vízhálózat cseréjére, valamint az épület lábazatának bepucolására. Elvégeztünk emellett több karbantartási munkálatot, melyek a fűtéssel, illetve a vízhálózattal voltak összefüggésben. Megszüntettünk olyan problémákat is, melyek a szennyvízelvezetésből adódtak. Egyes ingatlanoknál a korábbi városvezetés időszaka alatt évi több alkalommal külső szolgáltatót vettek igénybe, jelentős összegekért a dugulások miatt. Kollégáim pár tízezer forintból ezeket a problémákat megnyugtató módon végleg megoldották. Kiváltották a problémás szakaszokat, melyek most már problémamentesen működnek, így nem kell külső szolgáltatót bevonni jelentős összegekért. Már felmérték a csepregi bérlakásokat, hogy hol milyen felújítások elengedhetetlenek, és melyek azok, amiket később ugyan, de el kell végezni. Tervezzük a következő időszakban az említett szociális bérlakások esetében nyílászárók cseréjét, tetőszerkezetük állagmegóvását, a külső bepucolást. Az állagmegóvási és felújítási munkákat a város anyagi lehetőségei szerint ütemezi a városgazdálkodás. A csepregi Szebb Holnapért közhasznú egyesület selfie és fotópályázatot hirdet 8 és 26 év közötti fiataloknak. Olyan fotókkal, selfie-kkel lehet pályázni, amelyek bemutatják azt, hogy mitől lenne szebb a holnap. November 16-ig várják a fotókat. Részletek a www.szebbholnapért.hu oldalon. Bükön a polgármesteri hivatal mögötti szennyvíz átemelőt a Soproni Vízmű ZRT segítségével kitelepítették. Az Ipar utcában közműfejlesztés folyik, melynek a szakmai irányítója ugyancsak a Soproni Székhelyű Társaság. A polgármesteri hivatal mögötti szennyvíz átemelő kitelepítése került, miért volt rá szükség? A több mint 30 évvel ezelőtt készült műtárgy a Bükk fejlődésével együtt kicsinek bizonyult, illetve a helye is úgy gondolom, hogy nem éppen a legalkalmasabb arra, hogy az üzemeltetési zavarok esetlegesen ne okozzanak problémát a lakosságnak. Volt gond itt az átemelővel? Hát az átemelőről kiderült az üzemeltetés folyamán, hogy most már kicsinek minősül, időnként voltak szakproblémák, illetve csak a csapadékos időszakban a lakossági panaszok beérkézéséből tapasztaltuk azt, hogy a szennyvíz időnként a csapadékvízzel keveredve a nyílt csapadékvízárokban kötött ki. Ki kezdeményezte ennek az átemelőnek a kitelepítését? 2012-ben volt erről első alkalommal szó, a megépült új városháza is
egy okot adott erre, és akkor a Németh Sándor polgármester úrral terveztük el együtt közösen, hogy ezt az átemelőt kijebb tesszük. Egyrészt itt felszabadult akkor egy terület, amivel az önkormányzat tud mit kezdeni, és egy szép park lesz a helyén, másrészt pedig a lakosságot is kevésbé fogjuk zavarni az új műtárgya. Hova került ez az új átemelő, illetve milyen kapacitással rendelkezik? Hát az új átemelő az kijebb került egészen itt a szándóföldi részre, a csapadékvíz csatorna mellé, amit tudni kell róla, hogy körülbelül dupla akkora, kicsit több is, mint dupla akkora a befogadó képesség, és nagyobb szivattyúk üzemelnek benne, tehát csapadékos időszakban, vagy hogyha nagyon sok szennyvíz érkezik, akkor zökkenőmentesen tudja majd azt továbbítani a szennyvízterepre. A Soproni Vízmű ZRT a következő időszakban az Ipar utcában fog dolgozni, tevékenykedni. Az önkormányzat megbízásából milyen munkákat fognak itt végezni? Hát az Ipar utcában is egy nagyon fontos kivitelezési munka történik a Soproni Vízmű szempontjából is. Ki lesznek cserélve a már elavult azbestcement ivóvízcsövek, vezetékek, illetve ezeknek az átmérője is nagyobb lesz majd, hogy ezzel is a bükktelepülésnek, az ivóvízellátásnak az üzembiztonságát tudjuk javítani, illetve a szennyvízhálózat azon szakaszán is lesznek javítások, kamerázásra került sor, és azon csomóponti részek, illetve azon vezeték szakaszok, ahol a kamerázás problémát talált, azok szintén ki lesznek javítva, ki lesznek cserélve. Emellett még a csapadékvíz csatorna is felújításra kerül. Ezeket egyébként az önkormányzat finanszírozza, ezeket a munkákat. Ez a Soproni Vízmű kivitelezésében történik, vagy alvállalkozókkal? Hát ezt a munkát alvállalkozókkal végeztetjük, a Soproni Vízmű a koordinálást, és ez a feladatnak az összefogását, irányítását vállalta el. És ez azért nagyon fontos, hogy a kivitelezés során elkerüljük azokat a problémákat, ami esetleg később üzemeltetési problémákat jelenthetne. Várhatóan ez a beruházás mikor fejeződik be az Ipar utcában? Az Ipar utcai beruházásnak a befejezési határideje 2015. november 30, tehát ebben a hónapban befejeződik. Már messziről feltűnhet a Bükkre érkezőknek, hogy a Hotel Karamell mögött építkeznek. A szállodát, hozzá kapcsolódó kristálytornyot, a villarozátot, a fürdőn üzemelő éttermet, a Bistroverdét, valamint a bővítést új igazgató irányítja. Október 1-től új igazgatója van a Hotel Karamellnek. Lampert Judit, a korábbi értékesítési igazgató vett át az irányítást. 1998. július 6-án az Alsópáhoki Kolping Hotelben kezdte Baldaus Csaba ügyvezető igazgató személyi asszisztenseként a munkát. Elmondása szerint ez adta meg az alapokat a szállodaipari munkához. Az üzemeltetés és a vezetés minden területére betekintést nyerhetett akkor. Később a rendezvényszervezés is hozzákerült, az üzletszerzéstől a lebonyolításon át az utólagos visszajelzésekig végig kísérte a folyamatot. 3,5 év után Kehida Kustányban a Kehida Termál Hotelben értékesítési és marketing vezetőként kezdett. Az ott töltött 9 év alatt 2 gyermekkel bővült a család, Lili 10, Lóránt 7 éves. 2011. januárjában dr. Bálintfi Gábor tulajdonos a Hévízi Naturmed Hotel Carbona csapatába már mint vezérigazgató helyettest hívta. 2 év munka, tanulás és tapasztalatszerzés után az azonos tulajdonosi körül Sárvári Spirit Hotelben vezérigazgatóként dolgozott. Az ott eltöltött 2 év után idén májusban ismét változás következett. Én azért orientálódtam Bükk felé, mert a magánéletem úgy hozta, hogy a párom bükki lakos, és ezért én örömmel vállaltam el az értékesítési igazgatói pozíciót, majd pedig ugye Klára Ágnes igazgatónő távozását követően október 1-től a tulajdonosok felkértek a szálloda vezetésére, és ezzel egyidejűleg az új egységeknek a piaci bevezetésére, és magának a Hotel Karamell Resortnak a piaci újra pozícionálására. A Karamell Hotelhez tartozik a kristálytoronya, villarozátó és a fürdőben üzemelő Bistroverde is.
Hát megmondom őszintén, én világéletemben szállodás voltam, tehát ami az elmúlt 17 évet tekinti. Számomra egy kicsit furcsa, és talán ez a legnagyobb kihívás benne, hogy a Bistro Verdét, a Villa Rosátot, illetve a Kristálytornyon is rajta tartsam a szememet. Szerencsére olyan tapasztalt és jó kollégák támogatják a munkámat, és vezetik ezeket az egységeket, hogy nekem különösebb problémát vagy megerőltetést ez nem jelent, de a kedvencem az a szálloda természetesen. Bőfelőbükre érkezve már messziről látható a Hotel Karamel mögött az építkezés. A kerítésen keresztül is kivehető, hogy három részből áll a beruházás. Többszörösére nő az alapterület, szobák, konferenciaközpont és wellness rész is épül. Elsősorban kapacitásbővülést jelent a bővítmény, a beruházás. A jelenlegi 80 szoba további 62 szobával bővül, tehát a szállodának az összszoba kapacitása 142 lesz, és egyidejűleg pótágyakkal, nagyságrendileg 350 fő befogadására lesz alkalmas a szálloda. Az új épület részben inkább a családokra koncentrálunk, tehát kontaktszobákat, összenyitható szobákat, illetve egy hálószobás és két hálószobás lakosztályokat alakítunk ki, és ebben az épületben kap helyet egy gyermekjátszóház is megfelelő infrastruktúrával, illetve a jövőbeni tervek szerint folyamatos animációval. Szintén kapacitásbővülést hoz a konferencia központunknak a létesítése. A C-épületünknek az első emeletén egy 400 fő befogadására alkalmas konferenciaterem, szekcionálható konferenciaterem létesül, megfelelő infrastruktúrával, és ennek az épületnek a földszintjén kap helyet egy à la carte étterem, egy bár, valamint két bowlingpálya. És ami számomra talán a legkedvesebb, az magának a spa épületnek a létesítése, hiszen amiben talán a Karamel Hotel a bükifürdői szállodai piacon egy kicsit handicapes volt, ez a wellness rész, a medencetér rész volt, hát ezért nagyon kedves számomra, hogy mind fedett területen, mint szabad téren, medence kapacitással is bővülünk, illetve ennek az épületnek az emeletén egy új szaunaoázist létesítünk, és az éttermünk is, ami jelenleg itt a főépületünkben található, ez az étterem is egy jelentős bővítésen esik át, majdnem megduplázódik a kapacitása, és ezzel egyidejűleg a konyhánkat és a konyha technológiánkat is fejlesztjük. A szabadtéri fejlesztések egy része inkább esztétikai fejlesztés, egy japán kert létesül majd az új beruházási épületek közé, egy játszótér, illetve a Kristálytorony mögött egy műfüves focipálya. A tervek szerint márciusban kezdődik majd a tesztüzem, és áprilistól már teljes kapacitással üzemelhet a megújult Hotel Karamel. Csepregváros Fúvós zenekara jövő hétvégén, november 14-én fél héttől rendezi meg 85 éves jubileumi koncertjét. A Csepregi Petőfi Sándor Művelődési Ház színház termében fellép még Csepregváros Mazsoret csoportja is. A belépés díjtalan. Nagy Margit Maja, a SZIK Transit együttes menedzsere az október 23-ai ünnepre érkezett Csepregre. Érdekes, kalandos életútjáról is beszélt. A késői utókor azokról az emberekről, akik az élet különböző területén nyújtanak kiváló eredményeket, azt mondják reneszánsz ember. Nagy Margit közülük való, lételeme a segítségnyújtás. Az egészségügyben dolgozik, az egyik legnehezebb területen, a veseelégtelenségben szenvedőknél. Konferenciákon szakmai előadást tart, speciális mentő, önkormányzati képviselő, nemrég a Magyar Nők Országos Szövetsége nevében mondott beszédet az emlékezetes nővértüntetésen a Kossuth téren. Amatőr festő, hobbija a futás. Mindeközben a SZIK Transit Folk műhely menedzsere. Én úgy gondolom, hogy valaki minél többfajta tevékenységet végez az életében, annál többet ér, annál sokoldalúbb, és annál több motiváció éri, annál több erőt kapunk, főként, hogyha ezek a motivációk pozitív visszajelzésként szállnak vissza ránk, akkor megvan az erő a továbblépéshez.
Klinikai szakápoló vagyok, igen, nefrológus szakápoló. Valóban 33 éve űzöm a hivatásomat, hiszen ez egy hivatás, nem szakma, hanem hivatás. Azok, akik még a mai világban ezen a pályán tevékenykednek, úgy gondolom, hogy valóban szívvel és lélekkel végzik a munkájukat, hiszen ez a vérünkben van tulajdonképpen a segíteni akarás, és ami miatt még ezt teszi az, aki ott van a pályán, az a belső valami, amit nem lehet megmagyarázni, ez a hivatástudat. A hivatástudata késztette arra, hogy 2010-ben, amikor az Országos Katasztrófavédelmi Központ felkérte, akkor gyakorlatilag hatod magával egy olyan helyszínre látogatott, ahol több mint 100 000 ember halt meg egy földrengésbe. Hova küldte Magyarország önt? 2010-ben egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Haitit. Akkor és most is speciális mentősként tevékenykedek, akkor a budapesti fővárosi különleges rendetetésű szervezetnek a tagjaként Magyarország kormánya úgy döntött, hogy a 6 fős egészségügyi tím egyedüli nő tagjaként küld ki. Országunkat felkérték egészségügyi orvosi tím segítségnyújtásra, és ennek a csoportnak voltam én, ennek a missziónak voltam a tagja. Egy harci állapotban érkeztünk egy európai országból, az egyenlítő környéki Port-au-Prince-be, Haiti fővárosába, ahol már az utómunkálatokban, a betegek ellátásában vettünk részt, hiszen már a romok alóli mentés befejeződött. 11 munkanapot töltöttünk kint Haitiben, megfeszített tempóban dolgoztunk reggeltől estig, hiszen este már be kellett jönnünk a táborban, a repülőtéren felállított sátor táborban a többi segítségnyújtóval együtt. Az ENSZ égisze alatt tevékenykedtünk. Mindezeket megelőzte egy hosszú folyamat, hiszen minősítő vizsgán kellett NATO gyakorlatokon részt vennem ahhoz, hogy kivívjam magamnak azt a megtiszteltetést, hogy Magyarországot képviselhettem ebben a hadműveletben, ebben a misszióban. Ennek a haiti segédnyújtásnak volt aztán egy utóélete is, hisz ön egy olyan kitüntetést kapott a magyar kormánytól, amellyel a II. Világháború óta nőként egyedül ön rendelkezik. Igen, hazaérkezve a minisztérium márványtervében vehettük át mindannyian a bátorságért érdemjelet, és ott közölték velem, hogy és ugye tudja ön, hogy ezt az érdemjelet még nő a II. Világháború óta nem vehette át, most ön az első. Ezt még akkor talán nem is fogtam fel. Maga az egész tevékenységem, ez körülbelül olyan 3 év múlva csengett le, addigra nyugodott el. Az első évben még ugye a média keresztüzében voltunk, újságok, rádiók kerestek meg minket, személyemet meg különösen, mint nő, hogy hiszen azért mégiscsak az van a köztudatban, hogy a férfiak jobban bírják a megterhelést, de én úgy gondolom, hogy mi nők azért a megpróbáltatásokat jobban bírjuk, mint a férfiak, és ez valóban ki is tűnt a kinti kintlétünk alatt. Ez a haiti utazás, az kinti munka, illetve a kitüntetés megváltoztatta az ön életét? Az életemet nem, hanem a szemléletemet. És nem szlogenként és nem pátoszkodásként szeretném ezt elmondani, de egy értékrend változáson megy keresztül az ember, hogyha egy ilyen helyen jár. Én ezt talán annak idején több társammal, ahogy beszélgettünk, lehet úgy mondani, hogy egy Vietnám szindróma tulajdonképpen, és valóban így van. Egy megváltozott értékrenddel, egy más szemlélettel rendelkezünk egy ilyen helyzetben való részvétel után. Nekem már öröm akkor, amikor felkapcsolom a villanyt, és világít a világító test, vagy megnyitom a csapot, és folyik a víz, ugyanis odakint sem világítás, sem víz nem volt, az emberek a vízért verekedtek. 7 óra után, amikor a nap lement, teljes sötétség borult a városra,
és egy teljesen európai embernek, egy teljesen más habitusú embercsoportba belekerülni az Egyenlítő környékének Vádor közelében. Javarészt 80%-ban vudu vallású emberek közé, úgy gondolom, hogy egy kulturált, más kultúrával rendelkező világból belecsöppenni ebbe a világba, olyan körülmények közé, ahol mi voltunk, annyi szenvedést látva, annyi megpróbáltatást és kint keservest megtapasztalva, úgy gondolom, hogy hazaérkezve teljesen másként látjuk a világot, és másképp nézünk az emberekre, a problémákra és az egész életre. Közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb a jövő héten jelentkezünk. Kedves nézőink, műsorunkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon. Keressenek minket Facebookon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!